Ebben a videóban képernyő videó készítését fogom bemutatni az OBS program segítségével. A most látható képernyő azért ilyen furcsa, azért látszik tulajdonképpen végtelen mennyiségben az OBS-nek a felülete, itt így mert magát a videót is az OBS segítségével készítem. Egyébként ez a program Windows-on is és meggépeken is elérhető, tehát bárki nyugodtan és ingyenesen le tudja tölteni és tudja használni. Nagyon sok mindenre alkalmas a program, nem csak képernyő videók készítésére, hanem akár élő közvetítésre, élő stream közvetítésre a YouTube-on, vagy Facebookon, vagy egyéb felületeken. A beállításokat most nem fogom végmutogatni, érdemes ezeket kitanulmányozni, be kell állítani, hogy milyen kimenetet szeretnénk, milyen minőségű videót szeretnénk készíteni, milyen minőségű hangot szeretnénk rögzíteni, milyen felbontású videókat szeretnénk, tehát egy csomó mindent be tudunk állítani. Pillanatnyilag most a videó felvételt készítjük. Az OBS Studio használatához legjobb az, hogyha több monitort használunk egyszerre, és akkor azt, amit vetíteni szeretnénk, azt kirakjuk egy másik monitorra, és az OBS Studio pedig az alapmonitorunkon van, vagy, vagy az egyik monitorunkon van. Most én úgy mutatom be, mintha csak egy monitorom lenne, azért, hogy egyszerre lássuk az OBS működését is, illetve azt, amit vetitek. Ennek érdekében az OBS most viszonylag kicsire teszem, és így készítem tovább a felvételt. Egyébként a maga az OBS eltüntethető a felvételről, függetlenül attól, hogy egyébként itt a, az én képernyőmön látszik. Egyszerűen a források esetén, most itt egy bemeneti forrásunk ez a felvétel. a beállításoknál be, kipipálhatom azt, hogy az OBS legyen elrejtve a képernyőről, és akkor, mint látható, rögtön el is tűnt onnan. Most én visszakapcsolom, de csak azért, hogy a videóban látszon, hogy mit kell csinálni. A normál ügymenet az az, hogy az OBS-t el szoktuk tüntetni a képernyőről. Tehát nézzük meg, hogy miket lehet csinálni. Az első ö, megoldás az az, hogy úgy, ahogy van, a képernyőt rögzítjük. Ehhez egy forrást hozzá kell adni, most én nem adok hozzá újabb forrást, hiszen már a videó felvételhez be volt állítva a forrás, de egyébként nagyon egyszerű a dolog, itt a forrásoknál a plusz jelre kell kattintani, és beállítjuk, hogy képernyő felvételt szeretnénk készíteni ha már ott van a források között valami, akkor a beállításokkal tudjuk szabályozni, hogy mit szeretnénk ott rögzíteni. Most a kijelző felvétele van beállítva, de beállíthatnám azt is, hogy egy bizonyos ablakot szeretnék fölvenni, például a Google Chrome-nak egy bizonyos ablakát, hogy éppen melyik ablakot, azt innét a lenyíló listából tudom kiválasztani. Nézzük meg tehát, hogy ha például egy weboldalt szeretnék bemutatni, akkor mit kell tennem ehhez. Ugye itt még további beállítási lehetőségek vannak, talán a legizgalmasabb az, hogy a kurzort ki bekapcsolhatjuk, tehát meg lehet azt is oldani, hogy a kurzor magán a felvételen ne látszon, és ilyenkor hiába mozgatom, illetve nem lesz zavaró, hogy mozgatom a Kurzort valahogy, De olyankor, amikor be akarjuk mutatni a képernyőt, vagy hogy valami hogy működik, akkor persze jobb, hogyha a kurzor is be van kapcsolva, és az is látszik a, a felvételen. Most tehát ezt így elfogadom, közben fölnagyítom magát a képernyőt azért, hogy látszon, hogy éppen itt most ezt a felvételt készítem, és nézzük meg, hogyha például pörgetem a képernyőt, vagy görgetem, akkor a felvételben is látszik az, amit éppen ott csinálok. Egyébként be lehet mutatni, hogy hogyan kell valamit végrehajtani, valamit megmozgatni, áttenni, tehát gyakorlatilag minden, amit a képernyőn csinálok, az rögzül, miközben egyébként beszélek is hozzá. Természetesen nem csak weboldalakat, hanem bármilyen más programnak az ablakát is be lehet mutatni. Most például ezt az ablak, e helyett az ablak helyett szeretnék egy PowerPoint prezentációt bemutatni, tehát akkor most itt fölnyitom a prezentációt. Ugye mivel a forrás továbbra is a Chrome ablak, hiába nyitottam föl az, az én számítógépem asztalán ezt a PowerPointot, ettől még a felvételben nem változott semmi, tehát ott akkor ezt, ezt az ablakot fogom látni. Ezért most visszaállítom a forrást a kijelző felvételére, így, és indítom, tehát ezt így, így elfogadtatom, és most a prezentációt fogom elindítani. Tehát most rákattintok arra, hogy prezentáció vetítése, és innentől kezdve gyakorlatilag nincs más dolgom, mint szépen elmondom a prezentáció szövegét. Ugye a PowerPoint-ban önmagában is lehet ilyen felvételeket készíteni, tehát nem feltétlenül muszáj hozzá a az OBS stúdiót használni, de elképzelhető, hogy valakinek ez, ez így szimpatikus. Ezen kívül, ami még érdekes, hogy az OBS stúdióban beállítható, hogy az az ablak, amit éppen szeretnék rögzíteni, az mekkorában látszon a felvételen. Tehát ez így gyakorlatilag átméretezhető és áthúzható a képernyőnek bármelyik részére. Ebből egyébként az is következik, hogy egyszerre több különböző ablakot is ki tudunk rakni a felvételre. Tehát meg tudjuk azt oldani, hogy például a prezentáció legyen itt, és közben még egy újabb másik forrást is kipakolunk, tehát például mellette még a weboldalnak a képe is látszom. Vagy lehetőség van arra, hogy a saját képünk is. Tehát a, az előadónak a, a kamera képe is látszon. Most mutatom, hogy ezt hogyan kell csinálni. Hozzáadunk egy újabb forrást, és beállítom, hogy szeretnék egy videó rögzítő eszközt használni. Ennek adhatok akár saját nevet is, de most csak itt simán bekapcsolom, és kiválasztom a beépített kamerát, és akkor innentől kezdve látszik, látszani fog ez a kép is. Természetesen ennek is a minőségét be lehet állítani, így leokézom, és ezek után például a saját képemet egy kicsit kisebbre teszem, ide kirakom a sarokba, magát a prezentációt nagyobbra állítom, hogyha zavaró az, hogy az én képem milyen nagy, akkor, akkor abból tudok még kisebbet csinálni, vagy pedig még azt is lehet, hogy két oldalról levágom, tehát egyszerűen jobb klikkel kattintok rá, és innentől kezdve ennek a beállításait lehet változtatni. Tehát például itt van, hogy átalakítás szerkesztése, és beállítom hogy szeretnék bal oldalról mondjuk 200 pixelt levágni, az én videóképemből jobb oldalról is 200 pixelt levágni, vagy még többet, és akkor még kisebbbe fogok ott látszani, és ezt így tovább át lehet helyezni, tehát gyakorlatilag bármit meg lehet csinálni, és így közben is akár lehet a felvétel közben ezt mozgatni. Hát valószínűleg erre nem nagyon lesz szükség. Úgyhogy az OBS Studio nagyon sok mindent tud csinálni, és nagyon sok funkciója van, érdemes kipróbálni, mert nagyon professzionális képernyő videókészítésre alkalmas szoftver.